Köszönöm.
Enka egy nagyházban lakik. Nem messze innen. Nem tudom az utca nevet, se a házszámot. Az ilyesmiket sosem tudom megjegyezni. Olyan lepukkant szürke. Egy emeletes, belső gangos épület. Semmi érdekes. Poros, átláthatatlan ablakok. Foszlott sárga függönyök. Lehet, hogy ő lakik itt egyedül. Az emeleten pont a csiga lépcső mellett van az ajtaja. Lassan mászunk felfelé. Utálom a csiga lépcsőket. Nagy üveges szárnyas ajtó olyan polgári. Könnyen feltörhető. Kiírva persze semmi. Leginkább gondolom a postás miatt. Meg aztán ma már ez amúgy sem divat. Fura lakás. Tömve hűtött kopott bútorokkal. Zegzugos, jobbra-balra lehet benne csatangolni. Renyka azt mondja, hogy egy és fél szobás, de ezt nem tudom elhinni. Szerintem tuti el lehet benne tévedni. Tele van a rajzaival, a képeivel, kicsinkkel, nagyokkal, falon, plafonon, csempén, mindenhol. Egymás hegyén hátán. Rettenetesen sok meló. Én csak bámulászok. Bámulászok és közben pár lépcsőt lefelé megyek, meg felfelé, ahova vezetget, ide-oda, kibe, közben utogat, beszél és beszél, és a végén már azt sem tudom, hol vagyok, a pincében, a padláson, vagy egy másik lakásban, vagy egy másik házban. Na jó, ez talán túlzás. És amikor szóvá teszem, akkor elkezdi nekem magyarázni, hogy ez még ugyanaz a szoba. Hidd el, tényleg, bizonygatja, és közben édesen nevetgél. Jó pofa. A földön papírok, üres festékes tubusok és pizzás dobozok. Megkészülő képek. Akadálypálya. Lehet kerülgetni. És közben az ember elveszíti a fonalat. Mindegy. Kár ezen lamentálni. Ha akarja, elhiszem. Amúgy sem fontos. És az is fura, hogy világos van. Nem kell villanyt kapcsolni. Egy ilyen öreg házban. Az ablakban kókat virág cserépben. Kint, talán belső udvar lehet, ecetfa. Az is kókatozik. Kinézek. Amúgy pihenésképpen. És akkor meglátom a kis erkét jobbra. Az ő erkéje. Ez biztos, megismerem. Tele papírokkal, üres festékes tubusokkal és pizzás dobozokkal. Megkészülő képekkel. Ránézek diatalitassan. Na jó, van egy pici erkély is, mondja némi bűntudatot színlelve. Ezt legalább elismeri. Kimegyünk, süt a nap. Nem kellemetlen. A korlátra támaszkodva kihajolok. Kicsi belső udvar, világos. Lent, a kikopott fű közepén, fonott kerti karosszékbe süppedve, Zoli olvas. Valami kemény táblás nagy vastag könyv. Ősz, borzas üstöke, meg-meg rándul kuncog magában rendesen. Meglepetten pillantok Renkára, kérdően. Nem érti, visszabámul. Aztán megérti, hogy nem értem, és a fülembe súgja. Itt szokott olvasni. Minden délután nem tudtad. Nézd rám azokkal a feketére pingált szemeivel, csodálkozik. Na, náhogy nem tudtam. Istenem, még mennyi minden nem tudok ezekről a csajokról. Hirtelen nagyon fáradtnak kezdem érezni magam. Legszívesebben lemennék én is az udvarra, és jól kinyújtóznék. De Renyka int. Bemegyünk a szobába. Itt egy fotel is van. Az előbb még nem volt itt, megesküdnék rá. Sárga, koszos sárga fotel. Nagyon ismerős. Beleültet. Viszek neki kávét. Mondja, a lehető legtermészetesebben, és az udvar felé mutat. Kényszeretetten bólintok. Addig megnézed a legújabbakat? És azonnal a kezemben nyomja a szent kávés albumot, aztán eltűnik valami ajtó mögött. A konyha biztos. Belelapozok. Sok újdonság nincs benne. Csak a legutolsót nem láttam még. Háromszemű sirató zenekar. Na ez tetszik. Lehet lesz brácsa is. És ott hüppög maga az esősíró démon. Ez az tökéletes. Közben felismerem a fotelt.
Olyan jó kutyaszaga van. Hát persze, ez a műtermi fotel. De hogy került ez ide? A múlt héten még a 101-esben volt. Ekkor penderül elő. Kezében fehér műanyag pohár tele kávéval. Nekiszegezem a kérdést. A fotelről. Tagadja. Feladom, reménytelen. Kiviharzik az ajtón és becsapja maga mögött. Hátra dőlök és behúnyom a szemem. Kavarok bennem minden. Szobák, gyertyák, papírhajók, zsilletpengék, keresztek, üres ágyak, síró lányok, fürdőkádak trallala. Apropó, a fürdőszobát még nem láttam, azt hiszem. Lehet, hogy tényleg fekete víz van a kádjában. Mondjuk valami trendi vízfeketítőt használ esténként. Na jó, inkább hajnalban, hogy jobban aludjon. Enyhén illatost. Röhögcsélek, aztán felriadok, hirtelen élik az ajtó. Nem Renyka. Feri. Szia, Jenci, mondja. És néz azzal az emberevő cirkuszi fakir vigyorával, aztán leül velem szemben egy párnára, és maga alá húzza a lábait. Szeretem, hogy így szólít. Ő megteheti. Ami a köszönés félét nyögdécselek, szerintem elég zavartan. Nem értem, hogy jött be, hiszen Renyka úgy bevágta az ajtót, csak úgy zengett, és kívül nincs ki nincs. Vagy most már nem is tudom. Hallgatunk picit. Méregetjük egymást. Aztán Feri megszólal. Na? Hát erre most tudnék mondani valamit úgy csípőből, de inkább nem teszem. Megpróbálom összeráncolni a homlokon, mintha erősen gondolkodnék. Észreveszi a csend. Hümmög, a torkát köszörüli, és még keményebben vigyorog. Nem húzhatom az időt, elszánom magam. Nekem tetszik. Mondom elég határozottan. Villan a szeme. Ezt vártam. Akkor írsz megint valami érzelgőset. Nem kérdezi, kijelenti. Mi más tehetek, vetem oda? Hát mondjuk lehetnél tárgyilagos, elemezhetnéd, magyarázhatnád meg ilyesmik, nem? Hátrahanyatlok. Tényleg tetszik, kérdezi most már kicsit megenyülve. Úgy értem, hogy tudod, hogy értem. Most igaziból kíváncsi, de ez a ilyen tárgyilagosság gyomron vág. Nem, ezt ő sem gondolja komolyan. Persze biztos kéne valami ilyesmi, igen. Igen, de hát én... Nincs kedvem végig gondolni, ideges leszek. Tetszik. Persze, szerintem jó, szeretem, vennék is tőle. De fura lenne a nappaliban. Kiabálom át neki a választ oda a túloldalra. Nem is adna el neked, röhög fel csupfondárosan. Már miért ne, kérdezem. Mert nem teheti. Titokzatosan görbíti a száját felfelé. Várja, hogy elképedjek. Elképedek. Ez most nem viccel. Vagy viccel? Most viccelsz? Kérdezem. Hallgat és vigyorog. Kivár. Próbálok könnyed maradni, és... De nem nagyon sikerül. Szerintem te nem tudsz semmit. Mondja, és megint elhallgat. Megölöm. Nagy nehezen feltornászom magam a fotelből, és harciasan feléje lépek. Megint röhög. Már a combjait is csapódja. Jenci, itt csodák történnek, csak te nem veszed észre. Két hetente megjelensz, pár napig rohangálsz le fel, a folyóson korrigálsz, képekre vársz, meg akutsz mindenért. Aztán pénteken villámgyorsan a pályaudvarra taxizol, és közben ezek a kis csajok felnőttek. Ordítja. A csodákról beszél, pripik, ordítom vissza. Arról beszélek, kajánkodik. Beleragyok a fotelbe. Megvakarja a tükörsima feje búbját. Lassan, élvezettel. És lassan, élvezettel kezdi. A történet tündéri, vagyis teljességgel hihetetlen. Hihetetlen. Mese. Renyka Audrey Hepburn a fogorvosi váróteremben véletlenül megismerkedik a titokzatos herceggel. A hercegről annyit lehet csak tudni, hogy biztos nem galériás. Állítólag pszichiáter is most jött haza Dániából, ahol pár év alatt jól megszedte magát. És nagyon pártolja a művészetet. Gyűjtő. De sem biztos. Semmi sem biztos. Mindenki találgat. Renyka tagad vagy ködösít. Azt beszélik, hogy az egész házat kibérelte neki. Valami múzeumot akar csinálni, vagy mit. Egy Renyka múzeumot. Műtermet, vagy babaházat, elvarázsolt kastélyt.
tele a képeivel, a tárgyaival, titkókkal, titkos kis szobákkal és termekkel, titkos átjárókkal, lépcsőkkel, udvarokkal, vendégszobákkal, ahol minden róla szól, a kis életéről, a barátairól, meg a fájdalmairól, félelmeiről, vágyairól. Állandóan bűvölő kiállítást akar a jó herceg. Ahol jönnek az újabb és újabb képek és korszakok, és jönnek a kőművesek, és éjszaka falat törnek, ajtót vágnak, hogy újabb titkos termek, szobák, átjárók, lépcsők, udvarok, vendégszobák készüljenek. Szétülök, már fogom a fejem. Ez be van rúgva. Végre elhallgat, talán befejezte. Szúrosan méreget és a homlokát ráncolja. Fejjel tudok, mert nem bírom tovább, de rá se heterít. Na mit szólsz? Kérdezi halál komolyan. Halál komolyan. El kéne unni a sztorit a vajnának, nyőszörgön. Ebben a pillanatban nyílik az ajtó, Renka. Rémülten ránk mered. Éppen rólad beszéltünk, mondja Feri kegyetlenül és hirtelen. Jaj, ne, csigoltja Renka, és gyorsan eltakarja az arcát. És Dániáról, folytatja Feri, még kegyetlenebbül, és a mutató ujjával Renka felé bükköd. Megrezzenek. Próbálom oldani a feszültséget. Ott biztos most is vízszintesen esik az eső, és azért mindenki sokat iszik. Nevet kérni próbálok. Renka leereszti a kezeit, rám néz, és kétszer tettem vihog. Aztán mindketten Ferire nézünk. Ő nincs vicces kedvében. Most mi lesz? Tépelődöm a megoldáson, de Renka megelőz. A kergő. A kergő lent vár a kapuban, valami acélszegeket emleget, hogy megbeszéltétek, mondja nekem. Az órára pillantok. Hú, tényleg, ezt elfelejtettem. Ajaj, menni kell. Régi ügy ez az acélszegekkel, nincs mese. Kifújom a levegőt, gyorsan elköszönök, az ajtóban Renka még a fülembe súgja. Ugye jót fogsz írni. Megnyugtatom, aztán már is tempósan lépkedek lefelé a lépcsőn. Milyen jó, hogy pont itt van az ajtaja. Kellemes kis lépcsőház, kényelmes, szép, világos, már csak a vörös szőnyeg hiányzik. Fügyörészni kezdek. Aztán mikor kiérek a kapu alá, akkor abban a pillanatban rogyom meg a térdem. Pillanatokig levegő után kapkodok, aztán jobbra nézek, balra nézek és meglátom a bőhöm kaput. Ez kissé megnyugtat. Igen, ez az a kapu. Legalábbis nagyon úgy tűnik. Oda settenkedek, óvatosan résnyire nyitom, és kilesek. Gergő ott áll kint, stabilan, szokásos neklén a hatalmas bakancsaiban. Észrevesz. Kilépek, kezet rázunk. Régóta vársz? Kérdezem. Nem, most jöttem. Akkor mehetünk. Mehetünk, mondja. Még nyitva lesz? Kérdezem. Ja, persze. Elindulunk lefelé az utcán. Egy darabig némán, aztán hirtelen felteszem neki a kérdést. Te Gergő, a dán hapsiról mit tudsz? Ja, valami kiszuperált elmeorvos, le akarja venni a nappalit. Azt is. Persze, mindent. A basát is kérdezem. Arról nem tudok, rántja meg a vállát. Itt újabb csodák történnek, próbálkozom. Rám néz, lebigyezti a száját. Várom az elmaradhatatlan szövegét. Ide van kitalálva. De most elmarad. Lassan alkonyodik. Ereszkedünk lefelé a Király utca irányába. Aztán befordulunk, és elindulunk a kikötő felé. Köszöntünk mindenkit Biasics Renáta kiállításának a megnyitóján. Kuti Gergőt, illetve hát Gerendi Jenőt hallották. És mielőtt folytatnánk a programot egy kis zenével, a bortársaság részéről kérném ide Sámson Gergőt, aki szeretne egy pár mondatot mondani.
Sziasztok, szép jó estét kívánok! Nem szeretnék hosszú reklámszövegbe kezdeni. Biztos sokan már ismertek minket, tudjátok, hogy hol vagyunk, ott a volt Meki helyén, most nemrég nyitottunk. Renyával nagyon régóta ismerjük egymást, Budapesten majdnem egy helyen laktunk. Úgyhogy én nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy lesz kiállítás, és teljesen egyértelmű volt, hogy hozunk egy pár pohár bort, hogy majd a kiállítás után ott oldalak meg tudtunk kóstolni. Kata kolléganőmmel szeretettel várunk majd titeket. És Renyának meg nagyon-nagyon gratulálunk.